Volt már veletek olyan, hogy valaki megkérdezte, mivel foglalkoztok, és ti rögtön tudtátok, hogy na, ezt most nem lesz könnyű röviden, tömören összefoglalni. Velem rendszeresen van ilyen. A múltkor is voltam egy házi buliban, ahol nekem szegezték a kérdést. Erre elkezdtem mesélni a diákjaimról, amire teljes értetlenség ült ki az arcokra. Az egyik barátom segítségkép hozzátette. A Móni nem hagyományos tanárám, igen, én igazából hátrányos helyzetű fiataloknak tanítok zsonglőrködést, mondtam. Erre még nagyobb lett az elképedés. Ez egy ilyen különleges keverék, szociális munkával fűszerezve, szociális cirkusznak hívják. Képzeltitek. És akkor elkezdtem mesélni, hogy mit is jelent ez pontosan, mit is jelent az, hogy én szociális cirkuszi oktató vagyok. Most nektek is elmondom, és közben mutatnék még pár képet a dolgos hétköznapokból. De mi is ez, mit is jelent az, hogy szociális cirkusz? A szociális cirkusz története elválaszthatatlan az új cirkusz létrejöttétől, ami az 1970-es évek Franciaországában alakult ki, és innen terjedt el a műfaj az egész világon. Az új cirkusz a nyitottságon alapszik. Elkezdődött egy nyitás az addigi hagyományos, profi cirkuszi keretekből, már nem csak a cirkuszművészek gyakorolhatták a trükköket, hanem azt másokkal is megosztották. Elkezdtek a cirkuszosok más művészekkel is együtt dolgozni, illetve a tudásukat az utca emberével megosztani. Már nem csak az ember feletti technikai bravúrok megvalósítása volt a céljuk, hanem önön határai kitágítása is. Testileg és lelkileg. Ebből a nyitott hozzáállásból nőtt ki a szociális cirkusz, amit mi is csinálunk a munkatársaimmal, a Magyar Zsonglőr Egyesület tagjaiként. A mi értelmezésünk szerint Három ismerve van annak, hogy valamit szociális cirkusznak nevezhessünk. Először is legyen célja a társadalmi integráció előmozdítása vagy egyéni készségfejlesztés. Másodszor ehhez a cirkuszművészetet használja, mint eszközt. Harmadszor pedig mindezt részvételen alapuló formába tegye, tehát maguk, a részövők gyakorolják a cirkuszi disziplinákat, trükköket. Ez a mi megfogalmazásunk, de ahogy mondani szokták, Ahány ház, annyi szokás. Ebben az esetben cirkusz. Lehet, hogy most azt gondoljátok, hogy ez valami kis aranyos underground kezdeményezés. Nos, mutatok nektek egy térképet, ami a gigantikus méretű nemzetközi cirkuszbrand a Cigdus Soleil weboldaláról származik, és ami azt mutatja meg, hogy a világon hány helyen foglalkoznak ezzel. Előtte még elmondanám, hogy nagyon fontos volt, amikor 95-ben megalakult a Sikdumon, a Sikduszole szociális cirkuszi részlege. Ez az anyavállalat éves bevételének 1%-át használhatja fel költségvetésként, és így számos hátrányos helyzetű fiatal foglalkozó szociális cirkuszi projekted tud felkarolni világszerte. Nagyon fontos volt, hogy ők kutatásokat is végeztek. 2014-es kutatásúból tudjuk, hogy a világon 502 szervezet 70 országban több mint 200 ezer hátrányos helyzetű fiatal tud bevonni a munkájába, és is segíteni nekik a szociális cirkusszal. És ezen a térképen, amit itt láttok, számos szervezet amúgy nem is szerepel. Olyan ez nekem kicsit, mint egy varázslatos, titkos világ, ami a valóság mögött rejtőzik, ahol számtalan szakember közös értékek alapján azért dolgozik együtt, hogy hátrányos helyzetű csoportok tagjainak jobb legyen. Legyenek akár fiatalok, idősek, fogyatékos személyek, menekültek, vagy akár börtönben ülő elítéltek. De elég a szervezeti és történeti háttérből beszéljünk arról, hogy vajon hatásos -e ez a tevékenység. Miért éri meg hátrányos helyzetű részvevőkkel cirkuszt csinálni közösen? A szociális cirkusz elméleti alapjainál általában megemlítjük Reg Bolton nevét, aki a 2004-es Why Circus Works, miért működik a cirkusz című doktori értekezésében, hat nagyon fontos területet fedett le, amivel azt tudta elemezni, hogy mi az a hatás, amiért a cirkusz működik. Itt ő arról ír, hogy van hat olyan terület, ami minden ember felnőtté válásában kulcs szerepet játszik, és amiket a cirkuszi gyakorlás során fejleszteni tudunk. Ez a hat terület a következő. Képzelet, kockázat, bizalom, önismeret, kitartó munka és szórakozás. Elmesélek egy történetet az egyik diákomról, amin keresztül egy kicsit könnyebben megérthetitek, hogy vajon mit is jelent ez a hat hatása mindennapokban. Karcsi, egy hátrányos helyzetű fiatal, viselkedési problémái vannak, koncentrációs nehézségei, és hát egy speciális intézménybe jár, ahol vért izzad minden nap. Folyamatos kudarc neki a tanulás. Évek óta jár a csoportunkba, és büszkén mondhatom, hogy van köztünk már egy jó bizalmi kapcsolat. Egyik nap, amikor beállítunk az ifjúsági klubba, ezzel érkezünk. Látjátok, ez semmi extra, egy üres olajos hordó. Amit ugyanígy leteszünk a földre, és mondjuk karcsinak, hogy na, ma ezen fogunk járni. Képzeltétek az első reakciókat: Én ezen? Na ne! Rosszabb esetben? Hát maga nem normális. De akkor szépen elkezdjük. Elmagyarázom karcsira szabva a helyes testtartás, hordóra állást, hogy ő hol lesz, és én hol leszek, hogy mi fog velünk történni a következő két percben. Átbeszéljük, és így együtt el is képzeljük azt, hogy ő igenis most erre képes lesz, sőt, ha kitartóan gyakorol, talán egyszer fel is léphet majd vele. Karcsi izgul, de azért összeszedi magát, felép a hordóra, a figyelme ezer felé vándorol, de amikor arra kérem, hogy most figyeljen oda, csak magára húzza ki magát, akkor koncentrál, és neki kezd. És akkor valami fantasztikus dolog történik. Elkezdi, megteszi az első pár lépést, kicsit megbillen, de megérzi azt, hogy igenis megy ez neki, és tovább próbálkozik. A hordó tovább gördül, közben Karcsi azért veszettül kapaszkodik a kezembe, de nem adja fel, tovább és tovább próbálja a trükk megvalósítását. Ha végig gondoljátok, mind a hat elem jelen van. Jelen volt az önismeret. Tanult arról, hogy ehhez a trükkhöz hogyan kell tartani a testét, hogyan kell viselkednie. De olyan értelemben is jelen volt az önismeret, hogy arról is lett egy tapasztalása, hogyha összeszedi a figyelmét és megpróbálja, akkor igenis sikerülni fog. Jelen volt a szórakozás, hiszen azért az összes paráján túl egy menő és vidám dolgot csinál, hisz egy hordón jár. A többiek elismerik, mi oktatók is dicsérjük természetesen, és hát együtt örülünk, hogy sikerült megvalósítani a mutatványt. Jelen volt a bizalom is. Hiszen higgyetek el, hogy ha nem bízna bennem, akkor nem menne bele, nem menne fellépni a hordóra. Bevallom, nem annyira jó érzés, amikor az emberre munka közben néha ráesnek lakli kamaszok, de néha bizony megtörténik velem, és még ennek is lehet edukatív jellege. Ugyanis egy nehézsorsú gyerek, akit sokszor nem védenek meg élete során, egy ilyen pici helyzetben megtapasztalhatja azt, hogy igenis lehet számítani a felnőtre. Az történik majd, amit mond, és megvéd, bármi lesz is. A kockázatról és képzeletről már volt szó, ezt gondolom át tudjátok érezni, hiszen mi is felnőttként egyre kevesebb dologról tudjuk elképzelni, hogy erre képesek vagyunk, illetve egyre kevesebb szer kockáztatunk. Ez rám is igaz, nekem se volt könnyű megtanulni ezt. És hát jelen volt az egyik kedvenc részem a szociális cirkuszi foglalkozásokról, a kitartó munka. Hogy ekkor olyan gyerekek, akik általában a legtöbb dolgot nagyon könnyen feladják az életükben, ekkor persze támogatással, de igenis próbálkoznak. Újra és újra neki gyűrköznek egy-egy trükk megtanulásának. Remek eredmények születnek ebből, csodálatos előadások, és sok-sok pici tanulási folyamat, ami végül valami nagy egészé áll össze. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy én egész életemben erre készültem, mindig is szociális cirkuszi oktató akartam lenni. Igazából abszolút nem, ez egy teljesen véletlen dolog volt, amikor Európai Önkéntes Évre jelentkeztem Németországba, egy olyan fogadószervezetet találtam, ami fogyatékos és nem fogyatékos gyerekek szociális cirkusza volt. A Cirkusz Bundmaus. Itt egy évet töltöttem el. Itt tanultam meg zsonglőrködni, és itt sajátítottam el a pedagógiai alapokat is. Szállt szóval hazajöttem, évekig nem is foglalkoztam a cirkusszal, majd ismét egy véletlennek köszönhetően összetalálkoztam egy zsonglőr rendezvényen a mostani egyik kollégámmal, ki megkérdezte, hogy nincs-e kedvem vele menni és tartani pár foglalkozást egy ifjúsági klubban. Mivel akkoriban épp nagy bánatomra, avagy szerencsémre kirúgtak az állásomból, Mondtam neki, hogy persze, és így kezdtük el a munkát Pesterzsébeten. A MOL alapítvány támogatásának köszönhetően ez már hat éve tart, és nagy örömmel mondhatom, hogy azóta csak nő a szuper csapatunk az Egyesületen belül. Sok mindenen túl vagyunk már együtt. Megoldottuk, amikor teljes passzivitásba fordultak a gyerekek, és senki nem akart készülni az előadásokra. De átbeszéltük azt is, hogy hogyan enyhíthetnénk a roma és nem roma részvevőink közti ellentéteket. És kitaláltuk azt is, illetve végig elemeztük egy szupervizor segítségével, hogy mit tegyünk, ha újra összevitatkoznak a diákjaink. Sok minden nem vagyunk már túl, hisz évek óta dolgozunk együtt, és szerintem nagyon fontos a pozitív dolgok mellett elmondani, hogy ez a munka bizony sokszor nem könnyű. A sok vidámság, nevetés és nyilvánvalóan elképesztő kamasz kreativitás mellett bizony nagyon sok szívfacsaró helyzetet látunk, hallunk és kezelünk. Amit még jó, ha tudtok, hogy mi itthon minden foglalkozás elején és végén nyitó és zárókör tartunk, sok kommunikációs és szociális készségfejlesztő játékot játszunk, azon cirkuszi trükkök gyakorlása mellett, amit amúgy is tanulunk minden egyes alkalommal. Ezekkel a kiegészítő elemekkel célunk, hogy egyfajta közösséget is kovácsoljunk a résztvevő fiatalokból. Közösen gyakorlunk, évente táborozunk, készülünk az előadásokra, néha megnézünk egy-egy új cirkuszi előadást, és mivel kamaszokról van szó, sokszor együtt is eszünk. Nagyon sok fiatalnak fontosak ezek a kapcsolódások, hiszen ők a mindennapjék során olyan nehéz élethelyzetekkel állnak szembe, amit amúgy senkinek sem kívánnánk. Mi a cirkusz békés és elfogadó világával szeretnénk őket támogatni abban, hogy egy kicsit felélegezhessenek, fejleszhessék önmagukat, és így készen álljanak majd a felnőtt korra. Van sok sikerünk, de vannak kudarcok is, de amikor azt látjuk, hogy egy gyerek bátrabban kommunikál, jobban együttműködik a többiekkel, kiáll önmagáért, hogy akár csak barátságosabbá válik a vitában, és még zsonglörködni is megtanul, akkor úgy érezzük, hogy megérte a munkánk. Ugyan nincs mindig ennyi időm, hogy elmondjam, hogy mivel is foglalkozom, de bízom abban, hogy így egy kicsit már jobban értitek, hogy mit jelent az, hogy szociális cirkuszt És ha minden igaz, ebből az előadásból készül majd egy tedes videó is, amit ezen túl négy agyenként használhatok majd. Remélem, ez idővel a hazai szociális cirkusz névjegyévé is válik majd. Köszönöm, hogy itt voltatok, és meghallgattatok.